Színvonalas előadások az Obi Gálán. Megérkezett a nyugdíjprémium a karcagidősek számlájára is. Kevés az IT szakembertés végünkben. Általános közmeghallgatás lesz. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 18-án 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány a Dérinében rendezte meg a 17. Obi Gálát, melyen a 9 óvoda egy-egy csoportja mellett az óvodapedagógusok tánccsoportja is fellépett. A 17. gálát Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg, és kívánta a jelenlévő szülőknek, nagyszülőknek jó szórakozást a hagyományőrző népi játékok, mondókák és táncok megtekintéséhez. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai Obi Gálán rendezvényen, vagy mondhatnám úgy is, hogy Obi Gála ünnepen. Ünnepen, hiszen az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben. Lelkünket erősítik, élményt jelentenek, gondolatok megfogalmazására ösztönöznek, érzelmeink szabadulnak fel. A mai nap ünnepi jellegét az is fokozza, ahogyan azt megéljük. Hiszen a mai ünnep a gyermekek számára egy bemutatkozás, mert ma minden tagovoda egy-egy csoportja, vagy összevont csoportja mutatja be produkcióját. Megmutatja azt, hogy mit tanult, mivel foglalkozott, mi tetszett neki legjobban az elmúlt időszakban. A mai napon a szülők, nagyszülők láthatják, ahogy a gyermekük a színpadon mosolyog, feszeng egy kicsit, de élvezi a számára összeállított programot, kikacsint, várva a biztató szót, az integetést. Színpadra lépve láthatjuk, ahogyan az eltelt óvodai évek alatt nőttek, okosodtak, fejlődtek. De nem csak a gyermekek fejlődnek az óvodás évek alatt, hanem mi felnőttek is. A szülők is tanulnak a gyermektől, hiszen a naponta megélt és átélt élmények formálják közösségi az óvodai csoportokat, és formálják a társadalom legfontosabb közösségévé a családokat. A család az a hely, ahol otthon vagy, mondja a mondás. És valóban, a harmonikus családi közösség megteremtése, a biztonságos környezet kialakítása, a feltétel nélküli szeretet megadása a legfontosabb gyermekeink számára. A család, az apa, az anya és gyermek gyermeke közössége. Olyan, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahova hazamehetünk, amelyben felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá, és belekapaszkodhatunk. Mert amit ott hallunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben. A család az a hely, ahol elkezdődik az életünk. Ezt a családi környezetet kell megteremtenünk a gyermekeink számára nap mint nap az óvodában is. A Madarász Imre Egyesített Óvoda munkaközössége valamennyi dolgozója ezen munkálkodik. Szeretném megragadni az alkalmat, és most is megköszönni munkájukat, hiszen a rájuk jellemző önzetlenséggel, odaadással, lelkesedéssel, bizalommal példaértékűen biztosítják a tiszta, igényes, esztétikus környezetet, a jobbnál jobb programokat, foglalkozásokat, mert hallják, hogy aki a gyermekek környezetében szorgoskodik, az a jövőt építi a pedagógia eszközeivel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Számunkra az őseink, a szüleink és a nagyszüleink jelentik a múltat. De gyermekeink, unokáink jelentik a jövőt, ők adnak értelmet az életünknek. Vigyázzunk rájuk, hiszen legféltettebb kincseink ők. Végezetül engedjék meg, hogy Tóth Árpád Ferenc egyik verséből idézek részleteket, melyek azt gondolom a mi óvodáinkra is érvényesek. A falakról vidám bábok kuncogják a nagyvilágot.
Itt nevetgél sok barát, felfedezünk 100 csodát. És ahány játék, annyiféle, és a mesének nincs vége. Ebben a klassz hobiban minden rendben, csak ugyan. Mint Gulyás Ferencné intézményvezető elmondta, 18 éve rendezik meg az Ovi gálát, melyet tavaly a vírushelyzet miatt nem tudtak megtartani, így ez most a 17., melyet szigorú óv intézkedések, kézfertőtlenítés, maszk használat mellett rendeztek meg. Két év óta várjuk ezt a napot, hogy ma itt lehessünk ismét együtt, hiszen az elmúlt másfél-két év valamennyiünk számára nagyon nehéz időszak volt, és azt gondoljuk, hogy talán a mai rendezvényünk, az őszi óvodai rendezvényünknek az utolsó közös programja, amit megtarthatunk, ahogyan az előrejelzések mutatják a pandémia helyzetét. A mai délutánon az Ovi Gála rendezvényünket 17. alkalommal rendezzük meg. 18 évvel ezelőtt az alapítványunk és intézményünk ebben az épületben első alkalommal a második emeleti nagyteremben szervezte meg az Ovi gálát. Aztán azt a termet kinőve ide kerültünk a földszinti nagy színházterembe, ahol évek óta megtöltjük a termet érdeklődő szülőkkel, családokkal, kedves rokonokkal, munkatársakkal. A Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekekért Alapítvány támogatja a mai rendezvényünket, a Karcagvárosért helyi közösség által kiírt, civil szervezetek számára meghirdetett pályázati projekt keretében. A pályázati projektünk címe Élő hagyományok megjelenítése a kisgyermekekkel közös tevékenységeken keresztül Karcagon. A program megvalósítására 2,5 millió forintot nyert az alapítvány, melyből a mai délutánon valamennyiünk örömére szebbnél szebb fellépő ruhákat biztosított az alapítvány az óvodás gyermekeink számára. A gyermekműsorok mellett a mai délutánon óvodatörténeti kiállítást tekinthetnek meg kedves vendégeink a földszinti 35-ös teremben, valamint városunk alkotóművészeinek alkotásait a második emeleti báli teremben csodálhatják meg az érdeklődők. A bemutatkozó alkotóművészek Ábrahám Anett, képgrafikus, óvodapedagógus, Bene Sándor honkapitán, a Pusztai Lókanomát Hagyományőrző Egyesülettel, Csízi Sándor, Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjászkör Egyesülettel, Dávid Kis Borbála, kosárfonó és fonokbútor készítő, Pincésné Sós Gyöngyi népi iparművész, Tóth István díszműkovácsmester, Tóth János fazekas cserépkája készítőmester, Tyukodi László népi faszobrász, Tyukodi Lászlóné gyöngyfűző, csuhéfonó hímző, Vargáni Györfi Erzsébet, szobrászművész, kerámikus. Itt adják hát minden alkalommal a kuratórium döntése alapján az alapítványi díjat. Vargáné Györfi Erzsébet és Varga Imre plakettjét is. Olyan két intézménynek, vagy magánszemélynek, akik munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal segítik az óvodák munkáját. Idén Fejesné Koppány Gabriella népi iparművész, csipkeverő, és Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész kapta a díjat. Mindketten sok foglalkozást tartottak az elmúlt időszakban a gyerekeknek, és Györfi Sándor pedig több szobrot is készített az óvoda udvarokra. Az alapítvány 17. alkalommal díjazza azokat a helyi támogatókat, akik az Gyermekünk Mosoly Egészséges Gyermekekért Alapítványt támogatják a célkitűzéseinek a megvalósításában. Ebben az évben Fejesné Koppány Gabriella csipkeverő népi iparművész fogja megkapni az emlékplakettet, aki az óvodájainkban, Ovi galériákon gyermekek műsora tevékenykedik, és a gyermekek kipróbálhatják a csipkeverés tudományát, a pedagógusokat is elkápráztatja. A másik díjat, emlékplakettet pedig Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművész fogja megkapni, aki szintén az Ovi galériákon többször bemutatkozott már az óvodásainknak. Vannak szobrai, amelyek az óvodák udvarain találhatók. A műhelyébe a gyermekek ellátogathatnak. Nagyon sok csoportunk vett már részt ott helyszíni foglalkozás keretében, ahol a művész úrral találkozhat
alkothatott alkotás közben, és hát nem utolsó sorban a csodálatos alkotása a Mesekút szobor, amely a Kuthenúti óvodánk udvarán található, ez az intézményünk jelképévé is vált az elmúlt évtizedekben. A műsor előtt emléklappal köszöntötték a jubileumot ünneplő óvodákat is. Az érintettek többsége már megkapta a nyugdíjkorrekcióval növelt havi nyugdíját és minden idők legnagyobb összegű nyugdíjprémiumát. A postai kézbesítés már a múlt héten csütörtökön, az utalás pénteken kezdődött. A kormány azért tud nyugdíjprémiumot adni, mert a gazdaság, a magyar emberek teljesítménye ezt lehetővé teszi. A nyugdíjprémium idén minden eddiginél magasabb összegű, és mindenki, az alacsonyabb nyugdíjban részesülők is a maximális 80 ezer forintot kapják meg. Gondok lehetnek az utánpótlással a magyar informatikai szektorban térségünkben. A reprezentatív felmérés Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Ukrajnában végezték 4000 szakember megkérdezésével, közülük 800 volt a magyar. Az öt országot összehasonlítva a magyar IT szakemberek tanulnak tovább a legtöbben az érettségi után, 55,8%-uk főiskolát, 20,7%-uk egyetemet végzett. Alacsony, 8,9% a 24 év alattiak aránya. Magyarország ebből a szempontból elmarad a térség körülbelül 20%-os átlagától. A legjobb fizetéseket a csehek kapják. Válaszadóik egyharmada, nettó 1,2 millió forint felett keres havonta. Szlovákia és Magyarország a fizetések középmezőnyében helyezkedik el. Mindkét országban az ágazatban dolgozók több mint 66%-a nettó 315 és 630 ezer forint közötti összegért dolgozik. A teljes régióra jellemző, hogy a bejelentett munkaszerződéses jogviszonyban a leggyakoribb. Magyarországon a legkiemelkedőbb a munkaszerződések aránya. Az informatikusok 83,5%-a dolgozik ilyen formában. Csak Ukrajnában nem áll ez az első helyen a szerződés típusok között. Az ukrán informatikai szakemberek több mint 55%-a vállalkozó. Ez a foglalkoztatási forma népszerű Lengyelországban is, a tapasztaltabb szakemberek esetében. A technológiai szektor magyar szakembereinek 73%-a nem tervez munkahelyváltást, és a csehek, valamint a szlovákok több mint 70%-a szintén nem szívesen változtatna munkahelyet. Magyarországon a szakemberek inkább elvárják, hogy a cégek keressék meg őket. A lengyelek és az ukránok ugyanakkor sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnak a váltásra. A lengyel IT szakemberek 41, az ukránok 40%-a aktívan keres munkát, vagy sűrűn nézelődik az állásportálokon. Az álláskeresés okai közül mindegyik vizsgált országban a legnyomósabb érv a túl alacsony fizetés volt, de sokan említették a személyes fejlődés lehetőségét és az új szakmai tapasztalatok keresését. Az okok közül a rossz munkahelyi légkört a magyarok jelölték meg legnagyobb arányban, több mint 25%-ban. Az IT szakemberek abban minden országban egyetértettek, hogy a külföldi munkavállalás elsődleges gátja az engedélyek beszerzése. A magyarok és a szlovákok különösen nagy arányban, csaknem 48%-ban mondták, visszatartó erőnek a családi, baráti kapcsolatokat is. Nagy szükség van a piacon képzett IT szakemberekre, ugyanakkor a koronavírus járvány miatt az eddigieknél is jóval nehezebb megfelelő munkaerőt találni. A karcagi vállalkozásoknál különösen szűkösek a lehetőségek. Magyarországon körülbelül 80 ezer informatikai szakember dolgozik, és van mintegy 30 ezer betöltetlen állás. Karcagon és a térségben is már működnek olyan cégek, akik a szakembereket egy-egy területre tudják bérbeadni a vállalkozásoknak. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza egyes számú tanácskozó termében. A Karcagvárosi Önkormányzat polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete általános közmeghallgatással egybekötött ülést tart a Városháza egyes számú tanácskozó termében, Karcagon a Kossuth tér egy szám alatt. Az általános közmeghallgatáson a napirendek megtárgyalása előtt az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk. 2021. november 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel áll Szepesi Tibor polgármester közleményében.
tették. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagyhúsági híradón látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!